menjünk tovább egy következő témakörre, hogy vajon az evolúció teljes elmélete az mennyire alátámasztott? Hogyan beszél erről Kampis György az előadásában és a cikkében? Az evolúcióval kapcsolatban az a helyzet, hogy jó néhány olyan dolgot tudunk vagy sejtünk, amit nem lehet most vagy egyáltalán közvetlenül megtapasztalni, de ettől ezek nem lesznek kevésbé valóságosak. Ilyenek az átmeneti formák, épp úgy, mint a nagy léptékű fajkeletkezés, az egész szervek kialakulása. Ilyesmit a természetben az emberiség életidejében valószínűleg nem lehet reálisan közvetlenül vizsgálni, már csak az időléptékek miatt sem. Úgy érvelni tehát, mint azt az intelligens tervezettség oldalon sokan teszik, hogy az evolúció elmélet nem bizonyított, mert csak egy teória, ahogy mondják, ez alapvető félreértést jelent. A tudományban semmi sem bizonyított, és nem is lehet az, a tudomány egyszerűen nem a bizonyításon keresztül működik, hanem a bizonyítékokon keresztül. Ez roppant kicsinek hangzó, de annál fontosabb, sőt meghatározó különbség. A bizonyítékok elégséges alapot szolgáltatnak, nem pedig logikai értelemben vett igazolást. Az evolúció elmélet és gyakorlatibb alátámasztásai a paleontológiától a molekuláris genetikán át az egyetfejlődésig és biogeográfiáig hatalmas empirikus anyagot halmozott fel. Sokszorosan bebizonyosodott, hogy ezt az anyagot csak egyféleképp lehet értelmesen elrendezni, nevezetesen a leszármazással való módosulás, vagyis a darwini értelemben vett evolúció révén. Amikor először olvastam, én is elcsodálkoztam, és láttam most itt önök között, hogy néhányan meglepődtek arra a mondatra, hogy a tudományban semmi sem bizonyított, vagy semmit sem lehet bizonyítani. Kampis György ezt az egész cikkét végigolvasva, és talán remélem jól értelmezem, amit ő gondol, azt érti ezen, hogy a tudományban végérvényesen semmi sem bizonyított. Mindent meg lehet kérdőjelezni újra és újra. Hogy ennyivel finomítsam azt a mondatot, ami elsőre engem is szíven ütött. Hogy aztán egyetértünk-e vele, vagy sem, arról hallgassuk meg István véleményét. Ebben a kérdésben egyetértünk, hogy a tudomány valószínűsít. Így működik. Éppen erről szól ez az egész vita. Melyik a valószínűbb magyarázat? A tervezettség, vagy a spontán kialakulás? Három kérdést veszek végig. Kampis György azt mondta ennek az idézetének az elején, hogy nem lehet megtapasztalni az evolúciót. Ebben egyetértünk. Nem látjuk átmeneti formáknak a sokaságát a fajok között, amit az evolúció elmélet feltételez. Nem látjuk ezt a mindennapokban, és nem látjuk a földrétegeknek a mélyén sem. Ugye, hogyha evolúcióval jött volna létre az élővilág, millió és millió átmeneti láncszemnek kéne lenni. Ezeket nem látjuk. Azt mondja, hogy egész szervek kialakulását sem tapasztaljuk meg. Persze, és ezek elméletileg is elég nehezen elképzelhetők, hogy egész szervek hogy tudnak valami parányi módon elkezdeni fejlődni, mert ilyen elképzelt fejlődésnek sok-sok időszakon keresztül nem lenne egy hasznos szerv az eredménye. Szóval ez nem csak, hogy nem látjuk, hanem még elképzelni is nehéz. És nagy léptékű fajkeletkezést sem látunk. Ezzel is egyetértek, senki nem látott nagy léptékű fajkeletkezést, vagy ahogy néha mondják, makroevolúciót, hogy egy új faj jött volna létre. Kampis György azt mondja, hogy ez csak azért van, mert rövid ideig élünk, de ez már csak egy interpretáció, maradjunk annyinál, hogy nem látunk fajkeletkezést, nem látunk evolúciót, parányi módosulást látunk az élőlényekbe, egy korlátozott képlékenységet, de nem látjuk azt, hogy az egyik a másikba átalakulna. Szóval ebből a háromból, amit Kampis György mond, a számomra az következik, hogy az evolúció elmélet egy feltételezés. És ez egy fontos üzenet. Nem látjuk, nem egy tapasztalat,
hanem egy feltételezés, egyfajta értelmezési, interpretációs keret, ahogy a biológusok ma láttatni próbálják az élővilágot. A tények azonban önmagukban semlegesek, ugye, ezekből a forrásokból származnak, legalábbis néhányat említ közülük, Kampis tanár úr, őslénytan, molekuláris genetika, egyetfejlődés, állat- és növényföldrajz, és így tovább. Ezekből a tényekből, ezeknek a tudományágaknak a megfigyeléseiből azonban egyáltalán nem következik automatikusan evolucionista szemlélet. Sőt, mi több, kifejezetten meg lehet kérdőjelezni ezeknek az evolucionista értelmezését. Alapvetően kétféle módon közelíthetünk hozzá, mind a kettőnek van több változata, de kétféle interpretációs modell van. Az egyik, amelyik csak természeti folyamatokat feltételez. És az evolúció egy ilyen megközelítés, legalábbis amit a tankönyvekben hirdetnek, ez a verziója. Csak a kémia, a fizika ismert törvényei, a mutációk és a szelekció és más természeti hatások idézik elő a fajoknak a létrejöttét. Én azt gondolom, hogy ez a megközelítés, ez nem járt meggyőző sikerrel, nem hozott meggyőző eredményt az elmúlt 150 évben. Emellett a másik megközelítés az, hogyha egy értelmes okot is bevonunk a magyarázatba, logikailag, filozófiailag, semmi nem zárja ki ezt a lehetőséget, hogy az élővilágot egy felsőbbrendű értelem hozta létre. És azt gondolom, hogy ez a megközelítés az ok-okozati kapcsolatokról szóló információink alapján jobban összhangban áll a tapasztalatainkkal. Ugye, hogyha az élőlényekre nézünk, ezt még általában az evolucionista biológusok is elismerik, van egy híres idézet Richard Dawkins-tól, az élőlények úgy néznek ki, mintha valaki megtervezte volna őket. De azt mondja, hogy de ez csak látszólagos. Most ez az egyik lehetőség, hogy látszólagos. A másik lehetőség, hogy ez valóságos. Szóval ez is egy lehetséges megközelítés, és tulajdonképpen minden, ami az ilyen szinten szervezet, mint a biológiai szervezetek, amit ismerünk a világból, minden tervezetnek fogadunk el. Ugye ez a laptop, ez sokkal kevésbé bonyolult, mint egy egysejtű. De automatikusan, ahogy ránézünk, tervezettségre következtetünk. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem tervezet, hanem csak úgy magától jön létre, ugye, az extrém állítások extrém szigorú bizonyítást igényelnek. És az evolucionizmus adós maradt. 150 év alatt adós maradt ezzel az alapos bizonyítással. Szóval van sok-sok hiányosság, amitre most csak utalok, de lehet külön előadást tartani róluk. Őslénytanban az átmeneti formák hiánya, vagy rendhagyóan ősi leletek, amik nem illenek bele az evolucionista időrendbe. Molekuláris genetikában az ellentmondó adatok, amikor rendszertanilag nagyon távol lévő élőlényekben fordul elő mondjuk ugyanolyan biomolekula, fehérje, vagy gén szakasz. Szóval amikor az evolucionisták azt állítják, hogy csak egyetlen módon lehet értelmezni az élővilágot evolúcióval, akkor a körkörös érvelésnek a talajára tévednek. Mit jelent a körkörös érvelés? Azt, hogy az adatokat először evolucionista módon magyarázzák, majd amikor valaki megkérdezi, hogy mi az evolúciónak a bizonyítéka, akkor ugyanazokat az adatokat hozzák fel bizonyítékként. Nem tudom, hogy ez logikailag mennyire áll össze. Egy példát említve, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy hogy kerültem ebbe a székbe, akkor mondhatom azt, hogy hát itt bekapcsolták a szellőző berendezést, és molekulák áramlottak ki a szellőző berendezésből, és olyan módon szerencsésen találkoztak ezek a molekulák, hogy most itt vagyok. Akkor valaki megkérdezi, na jó, de mi erre a bizonyíték? Hát, hogy itt vagyok. Meg akarod kérdőjelezni, hogy itt vagyok? Szembeszállsz a tényekkel? Nem a tényekkel szállunk szembe, hanem azt mondjuk, hogy a tényeknek többféle magyarázata lehetséges. Szóval a tervezettség lehetőségét nem lehet előre kizárni. Úgy, ahogy azt az evolucionisták általában teszik, hogy ezzel a lehetősége ne is számoljunk, ez nincs. De van. Miért ne lenne? További dolgok, amire az evolucionizmus, mint tágabb világkép, nem biológiai elmélet, nem ad magyarázatot, az univerzum finom hangoltsága, a biológiai komplexitás, amiről már beszéltünk, vagy a DNS-ben foglalt genetikai információ eredete. Mindannyiunknak, minden egyes sejtjében több milliárd bázispárból álló
genetikai kód, üzenet van, ami azt határozza meg, hogy a fehérjeink hogy épüljenek fel. Egy könyvtárnyi információ. Honnan lesz ez magától? Honnan, hogy húj össze a szél annyi betűt, hogy egy értelmes könyvtár összejöjjön belőle? Vagy természeti folyamatok. Nem fogom tovább részletezni ezt, csak felhívom a figyelmünket a most megjelent könyvünkre, az Intelligens Válasz címűre, illetve a Kiváltságos Bolygó című filmre, ami pedig az univerzális finomhangoltság érvét ismerteti. Szóval a tények és az értelmezési lehetőségek ismeretében én azt gondolom, mindenkinek szabadon kellene döntenie arról, hogy melyik magyarázatot fogadja el. Nem kellene se tankönyvileg, se másféle módon ezt az emberekre kényszeríteni, vagy valamiféle érzelmi zsarolással, hogy aki ezt nem így gondolja, hát az elmaradott, vagy hülye. Szóval az evolúció elmélet csak az egyik feltételezés, és minden értelmezhető az intelligens tervezettség alapján is, és meggyőződésem szerint ez jobban összhangban áll a tényekkel.